Kezdjük is egy szuper közösségi programmal, méghozzá bringázással. Május 25-én ugyanis újra Bringa Piknik, vendégeink a szervezők Pataki Mihály és Joász Miklós. Jó estét, sziasztok! Jó estét! Hát Misi, ugye te, mint főszervező, ötletadó és egyben egy nagy üzlet tulajdonosa is vagy, gyakorlatilag azt gondolom, hogy most már akár el is engedhetted a kormány két kézzel és lazán végig tekerhetsz Tokajig, hiszen ugye ez, mondhatjuk azt, hogy már egy bevált program? Tavaly hatalmas volt a siker. Így van, tehát már ez egy bevált program. Nagy lendületet ad nekünk az ez évi rendezéshez a múlt évi siker. Azok a örömarcok, a családok, baráti kör, cégek, középiskolák. Nagy a lendület, nagyon várjuk. Mik voltak tavaly a legizgalmasabb dolgok, Morsi? Ugye te nem csak a szervezésben, hanem tényleg az első pillanattól az utolsó vonat nyíregyházi megérkezéséig jelen voltál. Hát így van. Az igazán nagy élmények gyakorlatilag mind a kettő történethez kapcsolhatók, egyrészt a hazaúthoz, hogy így rögtön a végével kezdjem. Nagyon sok nyugdíjas korú résztvevőnk volt, ezt még nyilvánvalóan induláskor annyira nem is láttuk át a több mint 1000 fős tömegben, viszont amikor indultak hazafele Tokaj vasútállomásáról, akkor vettük észre, hogy gyakorlatilag akik tényleg a vonattal történő hazautat választották, azoknak az 50%-a nyugdíjas korú volt, és számunkra nagyon meglepő volt, és nagy örömmel töltött el minket, hogy ténylegesen a szépkorúak is választották ezt a tömegsport rendezvényt, és vállalták a Nyíregyháza Tokaj közötti táv letekerését. Tehát természetesen voltak fiatalok is, és a fiatalok között volt olyan is, aki görkorcsolyával, három fiatal lány, aki görkorcsolyával vállalta, hogy ezt a kicsivel több mint 30 kilométer gyakorlatilag görkorival fogja teljesíteni. Tehát ez egy igazán fantasztikus élmény volt. Így az idén is várjuk az extrém dolgokat, az extrém sportolókat, hogy így fogalmazzak, tehát nem csak kerékpárosokat, hanem aki adott esetben görkorival vállalja, vagy netántán rollerrel, azt is nagy szeretettel várjuk a startnál május 25-én. Misi, amikor te ezt kitaláltad, ugye te egy sportember vagy, imádod a sport különböző formáit, nyilvánvalóan a sport szeretete mellett egy kicsit azért a közlekedési kultúra felé is próbáltad terelni azokat, akik ezen részt vesznek. Most a nézők látják, hogy a kicsik például milyen akadály kis pályán mehettek át. Hogy érzed ebbe a mostani programba, mit kell ezekből átcsempészni? Kell még mindig tanulnunk tulajdonképpen kulturáltan kerékpározni? Hiszen itt Nyíregyházán ugye már hál' Istennek nagyon hosszú kerékpárutak vannak. Talán az országban a kiemelkedő városok között vagyunk. Tanulnunk mindig kell, nagyon fontos. A forgalom egyre növekszik. A Bringóviban várjuk 8 órától a gyerekeket a Kossuth téren. Ezt már ebben a korban el kell kezdeni, erre nevelni a gyerekeket, de a felnőtteknek is tanulni kell, minél kulturáltabban együtt kell tudnunk közlekedni, autós, motoros, kerékpáros, gyalogos. Ennek apropóján, mint ahogy a múlt évben is, a Bringóival kezdünk 8 órától, szeretettel várunk minden gyereket, díjazva lesznek, jutalmazva lesznek az ügyesek, és a nem ügyesek is. Reméljük mindenki ügyes lesz, közben itt látjuk ugye a lelkes kerékpárosokat. Gyönyörű idő volt tavaly, reméljük, hogy ebben az évben is. Most azért jó kiszámoltátok, és hál' Istennek nem havas esőbe kell majd tekerni, mert tényleg most már a május vége az nagyon klassznak ígérkezik. Hány órakor indulnak majd az első kerékpárosok, illetve hát ugye Tokaj a végállomás. Mi mindenre lehet majd számítani azoknak, akik beérkeznek Tokajba? Lesz, aki lemarad esetleg valamiféle programról? Csatlakozzam is gondolataihoz. 8 órakor várjuk az igazán kicsiket, 3-tól 6 éves korig gyakorlatilag, akkor indul a Bringaovi. 10 órakor lesz a start, de hát a rajt előtt még effektíven lesz egy kis könnyed átmozgatás, egy kis könnyed bemelegítés, hisz azért a 30 kilométerre föl kell készülni fizikálisan is. És gyakorlatilag, amikor megérkezünk Tokajba, nagyságrendileg ilyen 11:30 körül már várjuk az első megérkezőket, 12-től pedig már színes programokkal kedveskedünk a Tokajba érkező úgymond kerékpáros turistáknak, amiben gyakorlatilag lesznek ilyen könnyed táncos programok, közel van a
gyereknap, ugye? Másnap, május 26-án gyereknap van, így a gyerkőcöknek is egy kicsit próbálunk megkedvezni, egyrészt a tokai gyerekeknek, másrészt pedig azoknak a gyerekeknek, akik hajlandóak voltak végig tekerni a távot és bírták is hősiesen. Tavaly erre vonatkozólag egyébként volt egy nagyon fiatal, alig 5 éves kisfiú, akinek sikerült oda és vissza is tekernie. A gyerekeknek lesznek ilyen különböző mesefigurák, akik a tömegben fognak gyakorlatilag statisztálni, tehát lehet velük majd fotózni, szelfizni, és lesz egy BMX kerékpáros bemutató, és nyilvánvalóan a fő attrakció pedig egy Karma Pirin koncert lesz, amivel az eseményt zárjuk. Mai műsorban egyébként egy klippet is látunk majd a csapattól, a legújabbat. Misi, ugye te például a legelsők között érkeztél célba, hiszen profi biciklis vagy. Tehát vannak, akik lassabban csordogálnak, éppen ezért a rendezvénynek az egyik különlegessége, és ha valaki még nem hallott volna róla, ugye vannak piknik helyszínek, ahol meg lehet pihenni. Erről mindenképpen beszéljünk, hol lesznek ezek a helyszínek, hol lehet egy kicsit feltöltődni. Igen, ezek fontosak, mert egy kis pihenés, egy kis utánpótlás a pocakba mindenképp szükséges. Az első piknikpont rakamazon lesz, ez kb. Egy 10 km után fogja várni a résztvevőket. A második piknikpont, az első lesz Nyírtelken, a második lesz rakamazon, és rakamaz Nagy Teknősbékánál lesz a második helyszín. És utána már nem sokkal megérkeznek Tokaj főterére az ott emberek. Már látjuk a Tokaji hegyet, úgyhogy azt hiszem, hogy akkor már pszichésen meg lesz az az utolsó lendület, hogy mindenki célba érjen. Hát fiúk, köszönöm szépen, akkor pattanjunk nyerekbe. Mi pedig most már, hogy tudjuk, hogy mi is lesz az idén, ezen a bizonyos bringa pikniken, ráhangolódásképpen nézzük meg, hogy milyen volt a tavalyi rendezvény.